Pécel város önkormányzatának képviselő testülete november 4-én tartotta alakuló ülését a Piok általános iskola és gimnázium aulájában. Az Ossó János fúvós zenekar közreműködésével a himnusz eléneklésével kezdődött az ünnepi ülés. A polgármester felkérésére dr. Bánfalvi László, a helyi választási bizottság elnöke ismertette a péceli önkormányzati választás eredményét. Először is szeretném megköszönni a választásban közreműködő helyi választási irodának a segítő, előkészítő munkáját, és külön köszönöm a helyi választási bizottságnak és annak tagjainak az együttműködését. Választásra jogosultak száma 12.934 fő, ebből 6.306 választópolgár jelent meg a választáson. 5 polgármester jelöltre lehetett szavazni, összes leadott érvényes szavazatok száma 6.172 darab, amelyből a nyertes Horváth Tibor úr 2.347 szavazatot kapott. Ez az érvényes szavazatoknak a 37,22%-a. Ezt követően az egyéni választókerület eredményei következtek. Ezek alapján az október 13-i önkormányzati választást követően a városi önkormányzati képviselő testületének tagjai lettek. Egyes választókörzetben Varmusa Péter, kettes választókörzetben Torma Gábor, hármas választókörzetben Pankucsi Edina, négyes választókörzetben Karsai András, ötös választókörzetben Horváth Tibor, hatos választókörzetben Kristóf Péter, hetes választókörzetben Sarlós Imre, nyolcas választókörzetben Pap László. Az egyéni választókerületeken kívül úgynevezett kompenzációs listáról is jutottak jelöltek mandátumhoz. Az összefogás 2119 egyesület 2 mandátumot szerzett. A listát vezető Szőlősi Ferenc és őt követő Podmanicki József urak lemondtak a mandátumokról, így helyükbe az egyesület Kőváró Imre urat és Tótné Szent Andrási Csilla úrhölgyet jelölte meg. A kompenzációs listáról a Közösség Pécelért Egyesület 1 kompenzációs mandátumot szerzett, az ő esetükben Garamszegi Zsolt úr veheti át a képviselői megbízólevelet. A képviselők Pap László kivételével távolmaradás miatt letették az ünnepélyes esküt, majd átvették a megbízó leveleiket. Tehát akkor képviselői eskü szövegét olvasnám. Én, Horváth Tibor, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, Magyarországhoz és az alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom, jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom, és másokkal is megtartatom. Települési önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat, települési önkormányzati képviselői feladataimat, Pécel fejlődésének előmozdítása érdekében, Pécel fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen teljesítem, lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet, tisztségemet, a magyar nemzet javára gyakorlom. A magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Az ünnepélyes pillanatok a polgármester eskütételével és megbízó levelének átadásával folytatódtak. Akkor polgármester urat kérném, hogy mondja utánam. Én Horváth Tibor. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemmel erődő feladataimat. Polgármesteri tisztségemmel való feladatokat. Pécel fejlődésének előmozdítása érdekében. Pécel fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Ezután elfogadták a polgármesteri illetményre és költségtérítésre tett javaslatot, majd szavazatszámláló bizottság felállításáról döntöttek. A polgármester Sarlós Imre képviselőt jelölte alpolgármesternek. A képviselő testület titkos szavazással meg is választotta a jelöltet a következő 5 esztendőre, aki ezután letette ünnepélyes esküjét és átvette megbízó levelét.
A képviselők elfogadták az alpolgármester illetményére és költségtérítésére tett javaslatot, és megválasztották a bizottságok elnökeit, illetve tagjait. A Péceli képviselőtestület nem változtat a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok összetételén, így továbbra is 4 bizottságot alakítottak ki. Pénzügyi bizottság elnökének Garamszegi Zsoltot, tagjainak Karsai Andrást és Pankucsi Edinát javaslom. Bizottság nem önkormányzati képviselő tagjának Bak Lászlót és Sík Tímát választanak meg. Kulturális bizottság elnökének Torma Gábort javaslom, képviselő tagjának Garamszegi Zsolt és Kővári Imrét javaslom, a külsős tagok pedig Berec Gábor és Leockiné Gyetvai Ágnest. A Szociális Bizottság elnökének Kristóf Pétert, a bizottság tagjainak Kővári Imrét és Tótné Szent Andrási Csillát javaslom, külsős tagoknak Horváth Noémit és Imre Istvánt javaslom. Városfejlesztési Bizottság elnökének Pankucsi Edinát, a képviselő tagjainak pedig Torma Gábort és Tótné Szent Andrási Csillát, külső tagoknak Kónya Józsefet és ifjabb Varmuzsa Pétert választanák meg. Az alakuló ülés végén a külső bizottsági tagok is letették esküjüket és átvették megbízó leveleiket. Az ünnepi alakuló ülés a szózat hangjaival ért véget. A megválasztásom most csak annyit, hogy örülök neki, hogy megválasztottak. Pécel változást akart ezek szerint, és én álltam az élére a legjobb csapattal. Ezért választottak meg valószínű, nem azért, mert én egy csoda ember vagyok, hanem azért, mert egy nagyon jó csapatot szedtem össze. És a képviselőtestület mutatja a felállás szerint, hogy azt mondhatom, hogy 80%-ban megválasztották a velem indulókat. És ez örömmel tölt el engem, hogy az emberek így döntöttek. És köszönöm a választópolgároknak, hogy ennyi bizalmat helyeztek belénk.